Én komolyan azt hittem, hogy a Pinocchio bosszújánál már nem lesz lejjebb, de ekkor jött a Chad című film, és mindent vitt. A Chad második része már a horror vígjátékok kategóriáját erősíti, de az első részt az alkotók vérkomolyan gondolták. Én nem is szaporítanám tovább a szót, mert ez a film remek önmagáért beszél, úgyhogy let's roll! A film ott kezdődik, hogy egy nő az éjszaka közepén sétáltatja a zuszkáját, majd elér egy csatornafedőhöz, ami alatt valaki éppen füvezik. A drogos nem szeretne lebukni, ezért úgy elteszi a nőt láb alól, hogy csak a papucsa marad meg belőle. Ezután a szörny tovább szívja a maradék gancsát. És már jön is a főcím, ami hihetetlen háromdimenziós transformációt hajt végre, ami szemet gyönyörködtet. A következő jelenetben több szemszögből is végignézhetjük, hogy felsöplik az utcát. De jaj, szegény galamb! Ezt megúszta. Ezután megismerjük az aktuális hullajelölteket, egy lecsúszott fotóst és barátnőjét, aki modellkedik. Valamint itt van az alattuk lakó minden lében kanál szomszéd is. A csajszínak valamiért le kell mennie a pincébe, ahol tök világos van, de ennek ellenére zseblámpa kell ahhoz, hogy megtalálja a lámpát, és akkor hirtelen zörejeket hall a csatornából. A szomszéd pedig egy szemét kupacból hall zörejt, ahol talál egy üres üveget és egy lyukat. A következő jelenetben a helyi rendőrölcsön vallatnak egy zsebtolvajnőt, akinek lehetőséget adnak telefonálni egyet, mielőtt bevarják a sítre. A fotózáson a srác ugyanarra a beállításra ellövi az egész tekercs filmet, majd kap egy telefont a letartóztatott koszosképű nőtől. Ez alatt a nyomozó meglátogatja Marvot a reszkesetek betörőkből, aki egy szegény konyhát vezet. Marv! Harry! Itt is van egy koszlott képű asszonyság, aki ad neki egy virágot. Ezután Marv közli a zsaruval, hogy emberek élnek a város alatti csatornában, és épp itt kajál az egyikük. A nyomozó oda is lép hozzá, majd kérdőre vonja, hogy miért választott magának ilyen furcsa lakóhelyet. Aki erre elmondja, hogy... They have the power to shut the sky! Oké. A fotós és a zsebtolvaj lemennek a metróba, ahol egy egész kis koszos képű kommuna éldegél. Marv és a nyomozó is lemásznak a csatornába, ahol találnak egy Geiger Müller számlálót, ami veszettül elkezd jelezni. Ezután nagypapa és unokája sétál a sötét utcákon, és mikor telefonos segítséget kérnének, megjelenik a szörny, aki egy mutáns halbéka, akinek reflektor a szeme, és szabályozásra szorul a foga. Másnap a rendőrök jól kiröhögik a kislányt. A Nukleáris Szabályozási Bizottságtól érkezett emberek pedig a rendőröket röhögik ki. Ezen Marv meg is sértődik, és földhöz vágja az öltönyös fickók táskáját, amiből a rendőr kiemel egy dossziét, amire a Chad rövidítés van írva. Az öltönyös ezután hirtelen együttműködő lesz, és elmondja, hogy a Chad a Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers rövidítése, a Cannibalistic Humanoid Underground Dweller, vagyis föld alatt lakó kannibál humanoidok, ami magyarul rövidítve FLÖK. Meg is vizsgálnak egy halott példányt, és megállapítják, hogy az korábban ember volt, és a csatornában lerakott nukleáris hulladéktól alakult át FLÖKVÉ. Ezután a zsaruk előadják a Predator 2-t, és hogy hülyek legyenek az eredeti jelenethez, itt is mindenki meghal. Az öltönyös fickó szerint nincs mit tenni, gázzal kell elárasztani a csatornát. Ám előbb még a fotós és egy haverja is próbára teszi a szerencséjét, de a havert már is elragadja egy szörny. Majd Marv is leereszkedik a csatornába, és addig ütögeti a kontaktos elemlámpát, amíg el nem ejti az elemeket. Persze a pincéhez hasonlóan ide is felesleges a lámpa, mert elég világos van, olyannyira, hogy Marv meg is találja a kanibálok fészkét. Ez alatt a nő ismét lemegy a pincébe, és felnyitja a csatornafedőt, ahol korábban a zajt hallotta, és ő meg a pajszert tejti le. Itt mindenki kretén? Odalent megtalálja az úszkárt, és úgy dönt, hogy itt fel is adja a küzdelmet, és inkább lezuhanyozik. Persze a csatorna fedelet azt nyitva hagyta. A fotós egyedül folytatja az útját. Megtalálja a koszos kommuna utolsó túlélőjét, aki már igencsak előre haladt a csárdá átalakulás folyamatában.
A zsebtolvajnő bosszút akarna állni egyszülött fiáért, de Marv a fotó segítségére siet. Együtt mennek tovább, és megtalálják a korábbi rendőrcsapat maradványait, és a hulláknál lévő kamerával megadják pozíciójukat a rendőrnek. Eközben természetesen a nyitott csatorna fedélen átmászik a Chad, és ez az első példány, amit teljes valójában megcsodálhatunk. Micsoda kimunkált maszk, micsoda effektek! Ekkor a nő felkap egy kardot, ami minden valamire való fotólabornak kelléke, és lefejezi a szerencsétlent. Majd kihuny szemében a fény. A zsaru ezután visszaüzen a fotóséknak, hogy egyet se féljenek, kiszabadítja őket a csatorna fogságából, és ezzel el is kezdődik a boss fight. Boss fight. A rendőr a többiek segítségére sietne, de az öltönyös megpróbálja megakadályozni őt, mire a zsaru egy igen kínos verekedős jelenet során ártalmatlanná teszi a gonoszt. Ezután megérkezik a megbeszélt csatornafedőhöz, de az öltönyös visszatér és lelövi. Hőseink végül a rendőr segítsége nélkül is kiszenvedik magukat a csatornából, de újra támad az ípse. Ekkor Marv elveszi a zsaru fegyverét, jól megcélozza az autót, és az felrobban. A rendőrkapitány túlélte a lövést, a szerelmesek szerelmesek, Marv pedig meleg lett. Minden szép és jó, na de nem felejtettünk el valamit? Mondjuk egy tucat éhező kanibál szörnyet a város alatt? Ha tetszett a videó, akkor nyomjál rá egy lájkot, hozd meg ismerőseiddel, vagy iratkozz fel a YouTube csatornámra. De ne felejtsd el, hogy feliratkozás után meg kell nyomni a kis harangikont is, különben a YouTube nem fog neked értesítést küldeni az új videók feltöltéséről. Ha pedig közvetlenül szeretnéd támogatni a csatornámat, akkor látogass el a Roll the Mall webshopba, ahol rengeteg horror ajándéktárgyat találsz. Illetve ajánlom figyelmedbe Patron támogatói oldalamat is. Minden támogatóm korábban értesül a következő videók témájáról, illetve nevük és üzenetük bekerülhet a következő adás végére. Én Sárközi Péter voltam, és ez volt a Roll Them All!